Sara Kunál képviselőnő. Köszönöm, elnök úr. Szívesen. Hobbes azt mondta, hogy az abszolút hatalom nem az égből jön, hanem az ön emberektől, akik azáltal érzik biztonságban magukat, hogy feladják személyes szabadságukat, és másokra ruházzák azt. Másokat hatalmaznak fel arra, hogy helyettük gondolkodjanak. Ennek eredményeként a korrupt média segítségével eltompítjátok az elménket. Fertőtlenítő szerekkel és neurolingvisztikus programozással, az olyan fogalmakkal, mint rezsim, lehetővé tesszük, engedélyezzük, eléritek, hogy szabályozni tudjátok az érzéseinket és érzelmi viszonyulásunkat. Végül pedig megmagyarázzátok viselkedésünket, reakcióinkat. E kép a második lépés, azaz első lépés egyenes következménye. Csupán a nevet változtattátok meg, mint az európai stabilitás mechanizmus esetén. Teljesen biztos, hogy az emberek nem csupán a vírus miatt halnak meg. Az emberek miattatok és az általatok létrehozott törvények miatt halnak meg, boldogtalanságban és szegénységben. És mint általában a felelősség kizárólag a lakosokat terheli. Elveszitek a szabadságunkat, és azt mondjátok, hogy mi vagyunk az oka. Oszd meg, és uralkodj! Ezáltal a mi gyerekeink fognak a legtöbbet veszíteni, akiket jogvédelem címszó alatt megerőszakoltok az erre kirendelt szervezet segítségével. Ekképp csak a karperec viselésével járhatnak iskolába, hogy hozzászokjanak ahhoz, hogy meg vannak figyelve. Az önként vállalt rabszolgasághoz és a virtuális koncentrációs táborokhoz. Mindezt egy robogóért és egy tablettért cserébe. És ezt azért, hogy kielégítsék a pénzügyi kapitalisták étvágyát, akiket csak az anyagi érdekek motiválnak. Amelyet az egészségügyi világszervezet képvisel, amelynek fő pénzelője a jól ismert filantróp, a világ önjelölt megmentője Bill Gates. Bill Gates már 2018-ban előre jelzett egy világjárványt, amit 2019. októberében szimuláltak, az Event 201 gyakorlaton, a Dave-szal együttműködve. Gates már évtizedek óta dolgozik a népesség csökkentésen és a globális politika diktatórikus ellenőrzésén. Célja a kontroll megszerzése a mezőgazdaság, a technológia és az energiaellátás területén. Idézem Gates szavait. Ha jó munkát végzünk az oltások, az egészségügy és a családtervezés területén, 10-15%-kal csökkenthetjük a világ népességét. Csak a népirtás képes megmenteni a világot. Gatesnek az oltások alkalmazásával afrikai nők millióit sikerült meddővé tenni. Olyan gyermekbénulást generált, amellyel félmillió indiai gyermekbénulását idézte elő. Gates oltóanyaga a mai napig is több halálért felelős, mint a betegség maga. És ugyanezt teszi a meddőséget okozó génmódosított táplálékok segítségével is, amelyet a Monsanto fejlesztett ki és adományozott a megnyomorított lakóságnak. Eközben oltásfelismerő kvantumtetoválások terjesztésén dolgozik, valamint mRNA oltásokon, amelyek meggyengítik az immunrendszerünket. Ezen kívül számos olyan multinacionális céggel üzletel, amelyek az 5G hálózat kiépítéséért felelősek. Ezen a terítéken megtalálható az egész háttérhatalom olasz szózba mártva. A Sanofi és a Glaxo gyógyszergyártók barátai Ranieri Guerrának és Riccardinak, a jól ismert virológusoknak, akiknek 2000 eurót fizetünk minden 10 percért, hogy az olasz televízióban bemutatót tartsanak. A Sanofi és a Glaxo megállapodást írt alá az orvosi társaságokkal, hogy az új irányelv szerint képezzék a jövő orvosait, ami által ők meghazudtolják függetlenségüket, önálló ítélőképességüket és esküjüket. Az olyan csúcs technológiai vállalatok, mint a Roman Engineering, amely a nemes Mantuan befolyása alatt van, vagy a Pisanui Binding Spons, a személyes egészségügyi adataink ellenőrzése és kezelése céljából létesültek. Együttműködve az Európai Agenda ED 2020 nevű elektronikus azonosításra létrehozott programmal. A tömegek beoltásán, valamint egy digitális személy azonossági adatbázis létrehozásán fáradoznak. Mindez folytatása a Renzi által elkezdett programnak, amelynek célja a személyes adatok IBM-hez való áttranszferálása. 2016-ban Renzi elnök további 30%-kal növelte a juttatását Gates globális alapja számára. A háttérhatalom asztalánál jelen vannak még az Aspen emberei, mint a Saxon és a Colau, akik 800 eurót kerestek óránként a 4 oldalas jelentésükkel, amelyek nélkülözik mindenféle tudományos felülbírálást. Ők úgy diktálják a politikát, mint ahogy a szokás a Bilderberg csoportnál a háttérből, távol a harcmezőtől. A lista hosszú, nagyon hosszú. Szerepel rajta a Mediatronic, Arcurittól és sokan mások. Olaszország hozzájárulása a koronavírus elleni nemzetközi összefogáshoz 140 millió, amiből 120 millió euró a Gavi Szövetségnek megy,
amely szintén a Gates alapítvány fennhatósága alá tartozik. Ez csupán egy töredéke a 7,4 milliárd eurós projektnek, amelyet az EU pénzzel, hogy oltást fejlesztenek a koronavírus ellen, amit a fent leírt módon fognak alkalmazni. Természetesen nincs pénz a vízér kezelésére, ami mellesleg nagyon kevésbe kerülne, és persze a megelőzésre sincs pénz, igazi megelőzésre, ami magába foglalná az életvitelünket, a táplálékot és a kapcsolatunkat a környezetünkkel. Mert a valódi cél nem más, mint a totális kontroll, az emberek feletti abszolút uralom, akiket kísérleti nyullakká, rabszolgákká változtatnak, megsértve a szuverenitásukat és a szabad akaratukat. Mindezt köszönhetjük a politikai kompromisszumoknak, álcázott trükköknek és átveréseknek, amik semmibe veszik a Nürnbergi szabályzatot kényszerkezeléssel, bírságolással, deportálással, arcfelismerő rendszerrel, megfélemlítéssel, amit áltudományos magyarázattal támasztanak alá, és amit a köztársaságunk sokoldalú elnöke védelmez, aki az ország valódi kulturális járványa, addig mi fel fogjuk szítani az ellenállás tüzét, olyannyira, hogy nem lesznek képesek elnyomni mindannyiunkat. Képviselő kollégák! Ez egy szabad parlament. Itt mindenkinek joga van elmondani a véleményét. És ezt mindenkinek tiszteletben kell tartani. Akik nem értenek egyet, azoknak meg lesz adva a lehetőség, hogy felszólaljanak. Elég volt ebből a viselkedésből. Köszönöm, elnök úr. Folytassa, kérem. Azt kérem öntől, elnök úr, hogy legyen ön a szószólónk Conte elnök előtt. Tisztelt Conte elnök úr, legközelebb, ha telefonhívást kap a filantróp Bill Gates-től, továbbítsa a hívást a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények miatt. Ha nem fogja ezt tenni, kénytelenek leszünk úgy tekinteni önre, mint arra az ügyvédre, aki a bűnözők ügyét védelmezi. Köszönöm.